Hát Szolnokon vagyunk, a Tiszaligetben, minden évben itt rendezik meg 28-szor a Gitármánia tábort, ami egyébként egy egyhetes zenei tábor, nem csak gitárosoknak, dobosok, basszusgitárosok, énekesek, perkások, meg egyszerűen csak zenekedvelők jönnek ide azért, hogy érezzék jól magukat, nem akárhogy. Itt egy hétig úgy élünk, ahogy élni szeretnénk, és ez tényleg így van. Nem csak azért, mert csodálatos a helyszín, hanem egyszerűen olyan a lelkület, nyilván Andrássy Kremó szervezése, és az ők is víziói, csak hogy mennyire egyébként, hogy tényleg annyira jól érezzük magunkat, hogy én például így mezítláb járok, mert hogy itt lehet, szóval itt mindent lehet, ami emberi. Ez benne a jó. Háttérben koncertek, egyébként folyamatosan, tehát ugye egy hétig folyamatosan szól a zene. Hello, sziasztok! Szia! Bocsánat, mutasd be a kutyádat, légy szíves! Nem az enyém. Akkor kinek a kutyája az? Ja, szóval valahogy oda került. Oké. Valahogy csengéhez került egy kutya. Na szóval ez egy ilyen hely. Nagyon szépek vagyunk, nagyon jól táncolunk, akár ruha nélkül is, ezt szeretném mondani. Fölvárjuk a bográcsot a színpad közepére, persze. Körbe énekeljük, lesz egy kis tábortűz, nem lesz paca. Itt csak kása van, de azt a gitáros kollega csinálja. Jó napot kívánok, Einstein zenekar. Kórház! Nem, Einstein zenekar. Kórház! Nem, Einstein zenekar. Hát ez... Figyeljetek, megmutatom nektek azt a termet, ahol megszületett a döntés. Be van zárva. Na mindegy. Akkor legyen eredményhirdetés.